Ez az egyre népszerűbb, a féle bőti időszak sokféle előnnyel jár. Amellett, hogy jótékonyan hat az egészségre, regenerál, sok pénzt is meg lehet így spórolni. Nem utolsó sorban pedig az önismeretet is fejleszti. Aki száraz november tart, megismerheti saját viszonyát az alkoholhoz, mikor gondol rá, mikor hiányzik neki, mennyire függ tőle. Azt is érdemes megfigyelnünk, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben a 30 napos alkohol megvonás alatt. Hallottam róla, ugye ilyenkor az alkoholfogyasztást meg kellene teljesen szüntetni, és ugye gondolom az egészségre gyakorolt hatása azért jelentős ennek. Kicsit visszás a helyzet, mert azért egy vendéglátó helyen vagyunk, mi a vendégeknek nem fogjuk ezt előltetni, hogy ha akarnak, akkor ne igyonak alkoholt, vagyis a mi kedvünkért ne igyonak. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan dologgal tudjuk helyettesíteni az alkoholt. Itt a vendéglátóhelyen legyenek ezek a szörpök, a limonádék. Nagyon jó meleg szörpjeink vannak télire, úgyhogy teljesen ki lehet váltani. Évek óta részt veszünk mi is úgy ebbe, tehát mint magánszemély. Azért, aki ezt az egy hónapot nem tudja kihagyni, ott már biztosan vannak valami orvosi problémák vagy esetek lehetnek, de én úgy gondolom, hogy tehát nekünk, tehát a mi személyünkben, akik nem annyira sűrűn emelgetjük a poharat, nekünk ez nem okozhat gondot. Már egy hónap alatt is rengeteg pozitív hatása lehet testünkre, ha tartózkodunk az alkoholfogyasztástól. A hatás természetesen függ attól is, hogy aki száraz november tart, mennyi alkoholt iszik és milyen rendszerességgel. Igen, hallottam, hogy abban a hónapban, mikor száraz, mondjuk ezt más hónapokban is szokták, hogy száraz hónapot tartanak az emberek, de jobban inkább novemberben, és ebben a hónapban nem isznak alkoholt. De beszélnek róla az emberek, igen, igen. Próbálják betartani, de ez azért egy hónapig szerintem nem nagyon szokott menni. Szerintem jó kezdeményezés, mert azért jó az embereknek kihagyni egy kicsit az alkoholt az életükből, és akkor ezzel a kezdeményezéssel meg is tudják valósítani, hogyha van akaratuk. Azt viszont bárki tapasztalhatja, hogy alkoholfogyasztás nélkül jobban alszik, javul az emlékező képessége, erősödik az immunrendszere. Az alkohol megvonás továbbá csökkenti a rák kialakulásának kockázatát, javítja a szív- és érrendszer működését és a fogyást is elősegítheti túlsúly esetén. Változtatni pedig sosem késő. Első lépésként érdemes lehet megpróbálni a száraz novembert. Én hallottam róla. Úgy tudom, hogy a száraz november az egy ilyen közösségi kezdeményezés, és ugye, ha jól tudom, akkor arról szól, hogy ebben a hónapban az emberek nem isznak alkoholt. Hallottam róla, így van. Én nagyon jó dolognak tartom, megmondom őszintén, én magam is, hát ha különösebben nem is szoktam arra figyelni, hogy tartsam ezt a hónapot, mivel én alapvetően évente általában csak alkalomattán szoktam alkoholt fogyasztani, ezért úgy gondolom, hogy ez kifejezetten jó kezdeményezés. Hogyha nem sikerül egy hónapig kibírni italfogyasztás nélkül, akkor felül kell vizsgálni a jelenlegi életmódot. Hogyha egészségesebb életet szeretnénk, akkor tovább kell próbálkozni. Ráadásul az alkohol kiiktatásával sokat lehet spórolni is, ami nem utolsó szempont ilyen infláció mellett.